Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Két dolgot szeretnék mutatni. Az első egy technológiai innováció, amit már láthattunk 1986-ban a Bolygó neve halál című filmben, a másik pedig néhány információ az elektromos járművekkel kapcsolatban, illetve hogy miért is gondolom én azt, hogy ez egy átverés, egy hoax az egész elektromos jármű piac, illetve maga az elgondolás is. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Elmondtam már többször is, de a filmek továbbra is azt a célt szolgálják, hogy az embereket programozzák számos aspektusból, az egyik többek között az, hogy a jövőt előrevetítik, ezáltal felkészítik a lakosságot arra, ami következik, így egyszerűbb lesz számukra majd elfogadni azt. To kind of catapult the propaganda. Minél többször látunk valamit, vagy hallunk arról, gondolkozunk azon, olvasunk ilyesmiről, annál egyszerűbb elfogadni azt, hiszen megismerkedünk vele, és nem lesz olyan idegen, hogyha egyik napról a másikra előálltak volna azzal, hogy hoppá, elektromos autók lesznek, akkor a lakosságot sokkal érzékenyebben érintette volna. Persze ez csak egy példa. Gondoljunk arra a rengeteg filmre, amiben már láttuk azokat a technológiai újításokat, amelyeket ma használunk és teljesen természetesnek veszünk. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Liquid View is going to revolutionize architecture, interior design. It gives people the opportunity literally to travel the world without leaving their home. Az emberek beutazhatják az egész világot anélkül, hogy elhagyják az otthonukat, és ez talán a legfontosabb üzenete ennek. Eljutottunk egy olyan világba, amikor az emberek nem akarják elhagyni az otthonukat. You will need 12 pure bloods to make the ritual work. Mia, is that you? He's here! He's here! This must be Pearl. The record keeper. Nincs miért elhagyni. The future is gonna have virtual windows everywhere. A jövőben mindenhol ilyen virtuális ablakok lesznek körülöttünk. Kisebb fajta lázadás tört ki azok előtt az üzletek előtt, ahol az adó már elfogyott. Alig van már család, ahol ne lenne otthon még ma adó. Ez pedig 1986, a Bolygó neve halál, mikor Ripley felébred a hibernálásból, és próbálja összeszedni magát, megismerkedni az új világgal, hiszen eltelt majdnem 60 év, ha emlékezetem nem csal. Is that someday, is the solar technology going to get to a point where that's ever going to get more efficient? Joe Rogan azt a kérdést tette fel, hogy valaha lesz-e hatékonyabb ez a napelemrendszer. A válasz pedig az, hogy nem. És ha nem lesz hatékonyabb, az azt jelenti, hogy nagyjából ki van maxolva már most az, amire képes. Vagy többet gyártunk ebből, vagy nem fogunk tudni jutni semmire. And if these unfavorable rules are finalized, a törvényi szabályozás véglegessé válik, amiről beszélnek. Your own estimates that I've seen suggest 67% of all new cars sold in the US will need to be fully electric by 2032. 2032-re 67%-a az újonnan eladott autóknak elektromos kellene, hogy legyen az Egyesült Államokban. 2032-re 67%-a az autóknak.
2022-ben az Egyesült Államokban 2.860.000 autót adtak el, és 13.750.000 autót, illetve kis tehergépjárművet. Ebben az egyetlen évben, ennek a 67%-a 2032-re kellene, hogy elektromos legyen, úgyhogy az elektromos nagyjából 30%-kal drágább, és láthatjuk azt is, nem vagyunk képesek lépést tartani az akkumulátor igényel sem. Szeretném érzékeltetni, hogy az egész elektromos autó dolog az egy álomvilág, soha nem fog tudni megvalósulni. De nem is akarják, hogy megvalósuljon. Nem az a cél, hogy az embernek legyen elektromos autója. A cél a 15 perces város. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!